oroszlán. Plutó a vízöntőben az oroszlánoknak hetes asztrológiai házat jelent. Na most a hetes ház más emberek, akikkel kommunikálunk, a partnerek, a házastárs, az üzleti partnerek ide tartoznak, és leborzsolódhatnak is. Így van. A Plutó ebben segíthet is. Például a házasság végét hozhatja a Plutó ebben a házban. A pénz miatt, mert a Plutó a pénz, a házastársunk szerencsejátékozik, és emiatt, vagy az üzleti partnerünk például meglop minket, és emiatt lesz vége. Toxikus kapcsolatok, szerződések. Ebből kiléphetünk. Még ha 15 évig is ez húzódott, például amikor a Plutó belépett a Bak csillagjegybe, és most a Plutó ezt az időszakot, ezt a kapcsolatot lezárja véglegesen. Lehet, azért lesz a változás a partnerségben, mert költözünk. Például költözünk, így van. A négyes ház fölött uralkodik egyébként a Plutó az oroszlánoknál. A négyes ház az ingatlan, a család, a gyermekkor, a lakhelyünk, a szülőnk, és itt össze lehet kombinálni a hetes házat és a négyes házat. Megtörténik a házasság például, az hetes ház, és új családtagokat kapunk. Ilyen is lehet. Változik a lakhelyünk a házasság miatt. Családtagok halála is lehet. A négyes ház az maga az anya, változik az élete az édesanyánknak, ilyen is lehet. És ez ránk kihat. Tehát ez nagyon fontos, hogy hatni fog ránk ez a helyzet. Partnerek. Kaphatunk egy olyan partnert, aki dominál. Itt lehet féltékenység, hazugság. Jó, tehát óvatosan ezzel a dologgal. Nehogy kihasználja minket ez a partner, nehogy csak a házunk miatt legyen velünk például. A Plutó adhat hírnevet nekünk, igen, mert a Plutó tömegeket jelent. Viszont a hetes ház az ellenségek is ide tartoznak, igen. Kiderülhet az ellenség, a Plutó a titok, fényderülhet egy titkos ellenségre, igen. És akár be is vonzhatunk ilyen rossz embereket, rossz partnereket, rossz barátokat. Erre is vigyázni kell. Nem javasolt a bíróság, mert hosszú lesz és nehéz ebben a házban. A partnerünknek a szakmája, a munkahelye lehet tipikus plutói, amiket felsoroltam a videó elején. Politikus lehet, sebész lehet, fogorvos lehet, lehet, hogy temetkezési vállalkozó, ugye, mert ez is plutó, vagy ásványokkal foglalkozik, tehát ilyen tipikus plutói szakmák. Mit mondhatnék még? A partnerünk halálát hozhatja a Plutó, úgyhogy itt az a tanács, hogy a partnerünk mindig ilyen vizsgálatokon vegyen részt. Nos, nagy pénz, a Plutó nagy pénz, ezért az ingatlanból, mert a négyes ház az ingatlan, itt kaphatunk nagy pénz. A hetes ház az üzlet például, igen. Vállalkozást nyithatunk. Mit mondhatnék még? A férjünk vagy a feleségünk meggazdagodik. Na most ez is lehet ilyen, így van. Erős partnert kaphatunk. Vagy ebben a partnerségben erősek leszünk. Igen. Na, de mit mondanak a kártyák? Mert a hetes ház, ez fontos ház, de a négyes is.
1-es, 7-es, 4-es, 10-es, hiszen ezek a sarkok. Megnézzük ezt a bizonyos határt. Vízöntő, bak határ. Ez egy nehezebb időszak. Globálisan mit mond nekünk? Aha, nos, kelyhek, érzelmek, érzések, lovag. Jöhet az a bizonyos partner, jöhet hetes ház, kiugrott a hetes ház. Kaptunk egy megerősítést. Nézzünk mi. Kettes, például a választás. A választási lehetőség, és a Plutó ad nekünk választási lehetőségeket azért. Tervek ide tartoznak, választás, akár több partner is jöhet. Több üzleti partner, több szerelmi partner. Vagy például ez a kártya mutat utazást, utazhatunk a partnerünkkel, és akkor itt el lehet dönteni, akarok utazni, vagy nem akarok utazni, ez üzleti út is lehet. Na most, ó, a királynő, hát ez maga az oroszlán, tűzenergia, oroszlán. Királynők és királyok lesztek. Ezt nem szabad elfelejteni, de mondjuk én az oroszlánt nem féltem, az oroszlán ügyes, és ugye a Plutó nagyon fog hatni az oroszlánokra, mert a vízöntővel szemben van ott az oroszlán, tehát 6. Egyes ház, hetes ház, a vízöntő egyes házban van, 6 a hetes házra, hogyne. A partnerek bizony hatnak ránk is, mert az egyes ház az én vagyok én. Megint tűzenergiát kapunk, és ez aktivitás. Ha itt tervek voltak, ez a kettes botok tervek, ez a hármas botok, ez már cselekvés. Megyünk a célokhoz? Igen. Ez a királynő is, ez olyan határozott, ilyen céltudatos, erős. Semmi és senki nem állít meg minket. Na most! Hetes, például kardok, levegő energia. Ez a kártya a tolvajok kártyája. És ahogy mondtam, hogy lehet lopás, tehát ez lopás. Van valami a háttérben, jó? Vagy ellenség, titkos ellenség lehet. Tehát kaptunk megerősítést. Figyelmeztetést. Plusz információt még kérünk szépen. Mi várható itt? 2025 után egy pici segítség, egy picikét belekukkantunk. Ez nagyon hosszú időszak, még visszatérünk a Plutóhoz többször. Hatos, pénz, anyagi segítség. Lehet a partnerünk segíteni fog anyagilag? Vagy ez lehet egy szponzor, lehet egy üzleti partner, de jön a segítség. Az anyagi segítség elsősorban. Nagyon jó. Jaj, de csodálatos kártya. Hát ez maga az uralkodónő. Na most, akár ilyenek lehettek uralkodónők és uralkodók a partnerségben, az üzletben, a házasságban, de ez komfort. És nagyon fontos, hogy komfortos emberekkel legyünk. Komfortos helyen legyünk. Ha valami nem komfortos, az ott kell hagyni, ez a menekülés kártyája is, amikor nem komfortos egy helyzet, és el akarunk menekülni. Hát ott kell hagyni. Ott kell hagyni az, ami nekünk nem jó, ami toxikus. Tehát egy rossz párkapcsolatot, egy rossz üzleti partnert, igen, ott kell hagyni. Ez maga a komfort. Megyünk tovább. 10-es tűzenergia. Elérjük a célunkat. Igen, igen. Még ha jönnek az akadályok, akkor is elérjük a célunkat. De még szeretném azt mondani, hogy itt túl sokat vállalhatunk magunkra, a partnerek helyett is mi dolgozunk. Na most ez komfortos nekünk? Mindenki saját maga cipelje azt a bizonyos keresztet. Itt ez a tanács.
királynő, ó, ez a királynő például lehet vízöntő, vagy ikrek, vagy mérlek. De ez a királynő maga az ész, a logika. Adhat egy nagyon jó tanácsot nekünk, segíthet nekünk. Konfliktusunk is lehet egy ilyen királynővel, hogyne, lehet. Erre a kártyára azt szokták mondani, hogy az a bizonyos anyós, aki szeret mindenbe beleavatkozni, lehet a konfliktus az anyós miatt. Az anyós miatt megszakadhat a házasság, véget érhet a házasság. Igen, ez is benne van a pakliban. De itt az a lényeg, hogy egy ilyen hölgy részt vesz az életünkben. És mi van itt? Tízes, kelyhek, boldogság, öröm. Valaki tényleg megtalálja élete párját, és ez karmikus kapcsolat, ez ilyen boldogságos, harmonikus jólét. A kelyhek megtelnek boldogsággal. Jaj, de csodálatos. Ez lehet egy csodálatos üzleti partnerség is. Barátság is lehet ilyen csodálatos.